A fehérvári zenei napok vasárnap hajnalban véget ért, de csak a fesztiválozók számára. Még nagyban zajlanak a munkálatok, bontják a színpadokat és gyűjtik a szemetet. Napokig szórakoztak a MÁV pályán a zenekedvelők, minden zenei stílus képviseltette magát. Az idén számos újdonsággal előrukkolt rendezvény azonban a szervezőknek is tanulsággal szolgált. Fizető eszközként a fesztiválkártya valószínűleg többet nem kerül bevezetésre. A magyar ember ez egy elég analóg ember, és nem feltétlenül képes arra, hogy egy konvertibilis forintot fesztiváljátékpénzé konvertáljon, és arra figyeljen, hogy elfogy a pénze, nem fogy el a pénze, stb. Annak ellenére, hogy a rendszer sokkal jobban működött, mint a nyáron az összes többi fesztiválon, ahol ez a szolgáltató volt, mindenképpen nyűgös. Sokat kell sorba állni a feltöltésnél, a fizetés, hogyha gyorsabb, akkor sem annyira gyorsabb, hogy megéri ezt használni. Tehát nagyon sok ilyen tanulsága volt. Újdonság volt az is, hogy a színpadokat elforgatták annak érdekében, hogy kevésbé zavarja a hangerő a környéken élők nyugalmát. Ebben az évben egyébként kevesebb panasz érkezett a hangerőre, szombatig mindösszesen 45. Külön szakember ügyelt arra, hogy a megszabott 45 decibeles értéken belül maradjon a hangerő. Az utolsó két napra be tudták állítani úgy az összes színpadot, hogy gyakorlatilag nem volt mérhető túllépés. Na most ez nyilvánvalóan az éjszaka kellős közepén, tehát például a Kossuth utcában, amire én nem is gondoltam volna, de még az ANTSZ-es kollega sem, aki a zajszintet mérte, tehát hogyha a Kossuth utcából jön egy panasz, hogy ott tisztán hallják a fezenen, a teljesen mindegy, hogy szereti a műfajt, vagy nem szereti a műfajt, azt a zenét, ami innen kiszüremlik, akkor arra viszont nem tudok már semmiféle fizikai és egyéb megoldást. A 16. fezen minden eddigi rekordot megdöntött egyébként. A négy nap alatt több mint 150 fellépő szórakoztatta a fesztiválozókat, idén 30 000-en látogattak ki a koncertekre.